Nincs internet kapcsolat. Ezt írja ez a modernnek, ma már nem nevezhető mobiltelefon. Már nem kell sokat várni arra, hogy ezek a készülékek ne legyenek képesek a világháló használatára. Magyarország három legnagyobb telekommunikációs cége ugyanis elkezdte leállítani az elavultnak számító 2 és 3G-s hálózatait. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság februárban indította el mobilcsere támogatási programját azzal a céllal, hogy kivezessék a régi készülékeket a forgalomból. Akkor még csak a 3G-s telefonok becserélésére adtak támogatást, májustól azonban már a 2G-s mobilok is cserélhetőek. Szeretnénk abban segíteni a lakosságnak, az előfizetőknek, hogy 20.000 forintos készüléktámogatást biztosítunk a készülék cserére. Tehát ha valaki magyarországi lakhelyen rendelkezik, és használta a telefonját, most már legyen akár 2G-s vagy 3G-s telefonja, az elmúlt év utolsó fél évében, tehát július 1 és december 31 között, legalább egy telefonhívásra, vagy egy SMS küldésre, akkor az ő készüléke egy támogatásra jogosultá válik. A netrefel.hu oldalon lehet megtenni az összes részletet, hogy ezt hogyan lehet megtenni, ezt a fajta cserét. Az országban közel 700 cserepont működik, mindenki meg tudja találni a lakóját a legközelebbi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 30 ilyen üzlet található, Nyíregyházán, Kisvárdán, Fehérgyarmaton, Máté-Szalkán, Nyírbátorban és Vásáros-Naményban is van lehetőség a cseréjére. Egy felmérés szerint Magyarországon nagyjából 2,6 millióra tehető az 5 évnél idősebb, még használatban lévő mobilok száma. Ebből meglepően nagy a 2G-s, vagy ahogy sokan ismerik, GSM készülékek aránya. Korábban végeztünk egy felmérést, hogy hány ilyen készüléket használnak a előfizetők a mobil szolgáltatók házataiban, és nagyságrendileg 600 ezer 3G-s telefon működik, vagy működött az elmúlt időszakban a házatokban, és ennél jóval több egyébként a 2G-s telefonnak a száma, itt szinte a duplája, tehát ők azok, akik ki tudják cserélni a készülékeket ennek a támogatási programnak a keretében. Jelenleg nagyjából 8500 készüléket cseréltek már ki az előfizetők, de ugye nemrég nyílt meg a lehetőség a 2G-s, illetve GSM telefonok cseréjére, és azt gondolom, hogy miután ők nagyobb létszámmal vannak, mint a 3G-s előfizetők, valószínűleg is akkor élhetnek ezzel a cserével. A program maximum 120 ezer forint értékű új készülékek vásárlására ad támogatást egészen július 17-éig. A pályázat keretösszege pedig akár 250 ezer elavult mobiltelefon cseréjét is lehetővé teszi.